Veszben vagyok. Közép-Veszbe jöttem egy munkát csinálni. Egy rizikófelbecslést. És hát reggel 6 óta vezetek. Még van másfél óra. Hát 4,5-5 órás vezetés. Persze ezt nem fizetik, ugye? Majd szállás fizetik, és akkor holnap még csinálok egy melót itt Veszbe, és akkor utána meg megint egy 4,5-5 órás út hazafelé, attól függ, hogy milyen lesz a forgalom, ugye? Nagyon szeretem Veszet, mert nagyon szép a táj, rendkívüli. Inkább ilyen mezőgazdasággal foglalkoznak, mint iparral. Ugye igazából Cardiff környékén vannak, meg Swansea környékén vannak a gyárak. Itt Közép-Walesben, itt inkább hát itt inkább ilyen mezőgazdasági dolgok vannak. A kocsi állapota továbbra is tragikus, hogy úgy mondjam. Hát benzinből is többet fogyaszt. Hát remélem, hogy találok egy BP kutat. Ha nem, akkor majd valami más benzinkutnál feltöltöm a tankot. De hát folyamatosan itt kírja itt a piros lámpákat, meg a... Mi az üzenet? Mindjárt nem tudom más. Itt ez az üzenet, hogy a Czech Anti-Pollution System anyám kínja. Úgyhogy nem a legjobb igazából. És akkor itt már közeledünk a hegyekhez. Hát ugye Birmingham után megszűntek az autópályák. Ami autópályán jöttem volna Birmingham-től észak-nyugatra, hát az Birmingham, mi Görgyűrűn keresztül kellett volna menni, de hát az hatalmas dugó volt, úgyhogy inkább levágtam. Úgyhogy ilyen kis utakon jövök, itt autópályának már nyoma sincsen. Úgyhogy ilyen otthoni 87-es út feeling. Még lehet az út minősége jobb, de ja, ilyen feelingem van, itt szépen 80-nal, 100-nal, itt lehet 80-nal, 90-nal lehet menni, gyönyörködni a tájban. Aztán majd csak odaérünk, még van 1 óra 26 perc.